Sziasztok! Ismét szombat van, úgyhogy csinálok egy videót. Elég sok minden történt, tudom, minden héten ezt mondom el, de tényleg hihetetlen időket élünk, és hihetetlen ez a kriptovilág. És ismét egy csomó mindent tanultam, amit részben szeretnék nektek elmondani. Remélem segít nektek is. Ugye talán a hét elején, amikor csináltam videót, tehát talán akkor már átléptük a 2 trilliós piaci kapitalizációt, már 2,1 trilliónál tartunk, ami hihetetlen jó, és úgy, hogy ugye a Bitcoin ez az 1,1 trilliója az eléggé konstant, ilyen plusz-minusz ilyen 30-40 milliárd dollárral között mozog, és az árfolyama is ilyen 55 és 60 ezer dollár között mozgott. A mai nap arra ébredtem, hogy majdnem megcsinálta az újabb all-time high-ját, de aztán visszautasításra került sor, ami nem feltétlenül baj. És láthatjuk, hogy a top 10-ben azért vannak változások. A Binance Coin az hihetetlen futást csinált, majdnem 500 dollár már. Aztán Ethereum végre felé lett, és csinált ma reggel egy új all-time high-t. Nem is tudom, mennyi volt az. Nem csinált, mert azt hiszem 2250 volt az eddigi legnagyobb. Nem, 2150 volt, akkor csinált. Tehát 2200-ig fölmentünk, és akkor onnét egy kis visszautasítás történt. Mire fölébredtem, már 2182-3 körül ment el, és adtam az Ethereum-ot, amin volt. Szerintem a Market Cipher is mutatja, hogy most még egy kicsit majd lejjebb megyünk, beraktam ide 2061-2 környékére egy vásárlást. Addig, hogyha lemegy, akkor néhány tized század Ethereum-ommal több lesz, mint ami volt. Ha nem megy le, akkor majd legfeljebb visszavásárolom valahol 2180-nal. És akkor is egy kicsit nyertem vele. Jó. XRP, hát ez hihetetlen. Mit is csinált ez? Ja, hát megyünk szépen fölfelé, ugye amikor nézzük a 7 naposat. Igen, ilyen 50-60 centen állt már egy ideje. És akkor elment fölfelé szépen az 1 dollár felé. Nekem vegyes az érzésem az XRP-vel kapcsolatban, hiszen az első olyan kriptó, amit igazából idézőjelben nagyobb mennyiségbe vettem, és hihetetlen nyereséget termelt nekem, azt hiszem ilyen 40-szereset, ilyen 30-40 dollárért vettem, és 1200-ért adtam el, és ez egy ilyen egy év leforgása alatt ment végbe. Igazából anno, amit tetszett benne, épp az most, ami nem feltétlenül tetszik benne, hogy egy ilyen kapocs szeretne lenni a hagyományos bankok és a kriptovilág között, abszolút centralizált módon működni, és ugye az egész kriptovilág filozófiájával szembe megy, hogy a decentralizáció az egésznek az értelme és a lényege az ebből fakad. És ezért nem feltétlenül szeretem, viszont azért, mert egy csomó pénzt idézőjelbe keresett nekem, ezért viszont szeretem. Úgyhogy ez a kettős érzésem van vele szemben, viszont most úgy tűnik, hogy Amerikában a jogállamiság egy kicsit máshogy működik, mint na jó, ebben nem menjünk bele. Tehát a jogállamiság működik olyan szempontból, hogy ugye az SEC, a SEC, a pénzügyi hatóság föl nyomta őket, hogy hát gyerekek, itt mindenféle szabálytalan dolgok voltak, és hogy itt átvágtak egy csomó amerikait, és így meg úgy meg amúgy,
és ugye bíróságra is vitték a pert, és gyakorlatilag az akkor ilyen, hát mint ami volt, ilyen 60-70-80 cent környékén volt az árfolyam, hogyha jól emlékszem, mondjuk a januárban, február elején, és hirtelen le is esett ilyen 20 cent környékére. Gyakorlatilag akkor azért elég erőteljesen gondolkodtam, hogy hát lehet, hogy egy kisebb összeget lehet, hogy meg kéne kockáztatni, de a legtöbb youtuber is azt mondta, hogy a risk-reward arány nem túl jó, tehát a kockázat-nyereség aránya az nem túl jó. Most viszont egy olyan fordulat következett be, hogy hát gyerekek, alapfeltételezés, mindenki ártatlan addig, amíg a bűnössége be nem bizonyosodik. És hát a bírónő azt mondta az SEC-nek, hogy hát gyerekek, akkor bizonyítsatok. Az ő válaszok ennyi volt, hát nem ők állnak a vádlottak padján, úgyhogy ők nekik nem érzik, hogy ez. Úgyhogy most ez lehet, hogy olyan fordulatot fog a Cohen életébe tenni, hogy a végén még megnyerhetik a pert, annak ellenére, hogy valószínűleg voltak olyan kis húzások, hogy amíg nem annyira legálisak voltak. Viszont ez indukált egy ilyen Dogecoin-féle Elon Musk-os forradalmat, és az SEC ellen az ilyen állami szivassuk meg a kriptovilágot típusú lépések ellen akarnak fellépni vele az emberek, úgyhogy most ezt a pumpálást ezt ennek lehet köszönni, hogy ez egy ilyen kis néma forradalom, ami most folyik. Én még mindig nem gondolom, hogy nagy pénzt érdemes lenne belerakni, de azért el lehet gondolkodni, a portfóliónk egy kis részét ből be rakunk XRP-t. Bár ugye most ha nem is all time high-on van, az 3 dollár, 3,5 dollár környékén volt, de most a csúcson van, nem feltétlenül most vásárolnék XRP-t, várjuk még egy kicsit, konszolidálódnak a dolgok. Polkadot hosszú idő után ismét előnyt szerzett a Cardano-val szemben, nem sok a különbség, de azért már ez 2 milliárd, majdnem 2 milliárd dollár, ugye sokáig volt, hogy néhány százmillió volt csak a különbség. Uniswap, a V3.0, hogyha jön, ez hihetetlen magasságokban ugorhat, amit remélek is, mert van belőle néhány coinom. Litecoin nagyon szépen fut, nagyon jól fut. Amint mondtam nektek, hogyha én vásárolok, mint amit tegnap is vásároltam, a szokásos 100-110 dolláros vásárlást ugye Litecoinban csináltam, Mistercoinban váltottam, és utána azt átváltottam Sierra-ra, és szépen halad fölfelé. Ez egy ilyen néma, csendes kis coin, jönnek fejlesztések vele kapcsolatban, és a Grayscale is a listán tartja, úgyhogy az megint, hogyha Grayscale-en keresztül lehet embereknek vásárolgatni Litecoin könnyen, egyszerűen, akkor az megint az árfolyamat pozitívan változtatja, meg mint ahogy azt hiszem az Engine Coin kerül fel a Grayscale-nek vagy a Coinbase-re. Mindig valamelyik a kettőket ráment, és azért az árfolyamon is az jelentősen látszik. Chainlink. Linkben is rengeteg potenciál van. Téta, addig tököltem a tétával, mert 11-3-4 körül akartam venni, és nem akart erre lemenni, aztán értem, meg megugrott, meg föl is ment, azt hiszem 13-ra is, úgyhogy erről lemaradtam, a Foelcoin-ről, a T-Foel-ről, vagy Fuel tételtáról nem maradtam le, de az meg nem akar fölmenni. De hogyha a fő coin jól teljesít, az is megy majd utána szépen. Bitcoin Cash is jót futott, Filecoin, igen, konszolidálódik most egy kicsit. Ugye fölment 220-30 fölé, és onnét visszaesett. Úgyhogy egyébként a Filecoin az egy jó állatorvosi ló, talán mutattam múltkor azt a trükköt, amit tanultam a sniperünktől, Sheldontól, hogy
Ha egy coinnál látod, hogy all time high-t csinál, nézzük 4 órási bontásban. Tehát itt volt neki egy all time high-ja, 234, majdnem 240 dollárig. És láthatjuk, hogy valahol itt van az a vonal, amit tudunk húzni előtte, ami viszonylag hosszabb ideig magas ellenállásba ütköztette a coint itt erre felé. És akkor talán az előző videó mondta, hogy ilyen 140 dollár körülig lemehet és tesztelheti. Tehát fölmegy, kicsit konszolidálódik, és az előző magasig lemehet, ami egy hihetetlen jó vásárlási lehetőség. Itt ugye a MarketSci jelölte is, mondjuk 147-148 dollárnál jelzi, 150-nél, mondjuk hogyha tudtál volna venni 150-nél, akkor egy 25%-ot. Ez már most eredményez, de most ez még úgy mutatja, hogy megy még fölfelé, úgy tűnik. Úgyhogy még magasabbat is lehet. Tehát gyakorlatilag, hogyha elkaptad az elejét, amikor kezdődött ez az egész dolog, valahol itt, 80-90 körül, valahol a teteje környékén, 210-20 környékén kiszálltál, és 140-50-nél visszaszálltál, akkor azzal a coinjainak a darabszámát növelted, illetve a nyerességet át tudod rakni, vagy átrakhatod. Másba vagy, hogyha a Filecoinban hiszel nagyon, akkor ugye több coinod van, és akkor abból hosszú távon még több pénzt tudsz nyerni. Jó, kimchi premium. Kimchi Korea. Koreában csak koreai váltóban lehet vásárolni kriptót. És a kimchi premium az gyakorlatilag egy indikátor annak, hogy az alt szezon az mégis hol tart, mert ott többet fizetnek, úgy mint a Grayscale-nél, azért ugyanazért a coinért, mint mondjuk bárhol máshol a világon. És ez az elmúlt hét ilyen 10-12-13% volt, és 2017-ben az alszezonnak vége volt, akkor 25-30% volt. Tehát most körülbelül az alszezon második fázisában vagyunk, félúton valahol. Bár majd beszélek róla, hogy lehet, hogy ez az alszezon egy kicsit hosszabb lesz, meg ez a bika piac hosszabb lesz, mint gondolnánk. De aztán lehet, hogy nem. És a lényeg, hogy ez a kimchi premium, ez egy indikátora annak, hogy, hogy hol is tartunk a szezonban. Jó, beszéljünk a crypto.com-ról. Ugye fizetés volt, minden fizetés olyan 100 dollár nagyságú összeget berakok crypto.com tokenbe, amit hogy is megyek vissza. Most is megtettem. Most már 1047 dollár az összértéke, ami a fiókomban van, lekötve van 3375, illetve a Superchargerbe van Engine Coin-ra berakva, illetve a Dogecoin volt az előző, ami azt hiszem 811 Sierra-t raktam be, és itt láthatjátok, hogy ilyen nagyon alacsony likviditási pontot kaptam, mert két napig talán, hogyha bent volt. Ennek ellenére kikalkulálták, hogy 0,65 Dogecoint fogok kapni, jobban veszem 0,45-öt, 30 napon keresztül ez a 0,021, ami nem nagy, mert még 5-6 cent a egy Dogecoint, tehát annak a felét kapom meg, de nem is ez a lényeg, hanem az Engine Coin-os dolog. 2 millió dollár értékű Engine-t fognak ki osztani, 45 napos időtartamig lehet bent a tokened. Én át is raktam azt a 500 akármennyit, amennyit most tudtam venni. Ugye a múlt hónapban még 211-et tudtam venni 110 dollárért vagy 113 dollárért, most már csak 510, 20, 30, 40-et, nem is tudom mennyit, mindegy.
És ez is ebből is látszik, hogy nő az árfolyama szépen, annak ellenére, hogy nem ezt érzékeltük, mert egy ideje azért a 20 cent környéki árfolyamon mozog, de az előző hónaphoz képest viszont azért mégiscsak nőtt, nem is kevesen. És kiszámoltam, hogy most jelenleg ennyi CRO van bent, az az 1200-300, ami nekem van, arányosíban, hogyha nézzük, akkor körülbelül egy 5 engine coint fog érni nekem, ha jól számoltam. És persze ez változik, mert folyamatosan rakatnak be, vesznek ki belőle, akármi, mindegy. De most ilyen 3 dollár körül van az engine, azt hiszem. ~3,24 x 5, akkor az 15-16-17 dollárt fogok kapni engine-ben, ami nem rossz, ahhoz képes, hogy ugye le is köthettem volna, de az ad mondjuk fél év alatt 5%-ot, ezzel többet fogok tudni keresni, és amint lesznek ilyen supercharger-es dolgai a crypto.com-nak, mindig be fogok egy-egy ilyen renevezni, és ezzel fogom ezeket az altjaimat növelni, és ugye arányaiban jobban fogok járni a végén. Illetve sokan kérdezik, és magamnak is mindig fölteszem a kérdést, hogy ugye mindig azt mondják, hogy vegyük ki a profitunkat, hogyha nő egy coinnak az árfolyama 20-30-40%-ot, akkor a tőkét, amit beraktam, kiveszem, a többit hagyom bent, hogy az majd, hogyha megy följebb, akkor majd jó lesz. És gyakorlatilag oké, de mibe veszed ki a tőkét? USDT-be tudod kivenni, stabil coin, de egy olyan pénzt nem beveszed ki, ami ugye inflálódik, tavaly 25%-ot, idén ki tudja mennyit, és nem biztos, hogy ez jó taktika. Ezért erre egy jó megoldás a crypto.com, hiszen kapsz egy ingyenes kártyát, amiben a profitot, hogyha átrakod, akkor tudsz vásárolni, attól függően, hogy lekötsz-e vagy nem kötsz-e CRO-t, 1 és 3 vagy 3-4% között lehet ugye ezt a money back-es dolgot visszakapni, tehát CRO-ba kapod vissza azt az összeget a vásárlásaid után, amit a kártyával eszközölsz. Úgyhogy amint megjön a kártyám, nem tudom mikor jön ki, meg kicsit régóta várok rá, de már nagyon várom, hogy legyen, ki is tapasztalom, hogy hogyan működik ez, és akkor majd arról tudok még beszélni. De CRO, CRO, CRO. Oké, Ecomi, megvettem életem első NFT-jét. Igen, büszke vagyok magamra, igen, frankó, 30 dollár volt. Gyakorlatilag a Vivi vagy Veve oldalonra fölmész, letöltöd az appodat a mobiltelefonodra, és hogyha a Google Play-jel össze van kötve hitelkártyára, akkor tudsz venni ilyen kis gyémántokat, vagy mit tudom én, mik ezek, ilyen kék akármiket, és akkor a minden egyes ilyen kék akármi ugyanannyi dollárnak felel meg, én vettem 30-at, és tegnap előtt, vagy előtte, nem tudom, az vissza az időben filmből a DeLoreannek több fajtáját árulják, vagy árulták, és én egy ilyet beújítottam magamnak. Interaktív, nem egy ritka, mert 50 ezer darabot adhatnak el belőle, de nem is ez érdekelt, hanem az, hogy mégis mi ez, hogyan lehet csinálni. Interaktív, ami azt jelenti, hogy az ajtait lehet felnyitni, tök jól néz ki, és van a telefonon egy ilyen egy olyan funkció, hogy megvettem, és akkor gyakorlatilag ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt pontosan, amikor a valóságot meg a mesterséges digitális világot keverik, a kamerát bekapcsolja, berakja a DeLorean-t a kamera, amerre néz, és az íróasztalomra szépen ráhelyeztem a kis DeLorean-emet, tudom nagyítani, kicsinyíteni, nyitni az ajtaját, forgatni, akármit lehet csinálni, és annyira tök szuper,
és annyira hihetetlen, milyen világban élünk, és milyen frankó dolgokat meg tudnak csinálni, hogy ezt az első, ez nem tudom, augmented reality, vagy nem is tudom, minek hívnák, virtuális valóságnak, a Pokémon játék, Pokémon Go-ba lehetett ilyet csinálni, hogy a valóság meg a virtuális dolog keveredett, sokan meg is szívták miatta, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy megvan az első NFT-m, kemény 30 dollárt lepengettem érte, de nem érdekel, ugye is a filmet is, meg az autót is szeretem, és ez tök jól néz ki. Próbálkoztam ilyen mobiltelefon tükrözéses szoftverekkel, hogy meg tudjam nektek mutatni, de valami nem akarja felismerni a telefonomat a szoftver, amiket próbálkoztam, pedig nem egy szar telefonom van, egy Samsung S9-es, Edge, és na mindegy, majd még próbálkozom, lehet, hogy jövő hétre sikerül a dolog, és gyakorlatilag ez majd akkor meg tudom nektek is mutatni, nagyon örülök neki, hogy ez sikerült megvásárolni. Kár, hogy egy kicsit későn hajráztam, mert van Ghostbuster, és is akartam, vagy vettem volna egy Slimert, az egyik kedvencemet, Star Trek, hogyha leszakasz mindenképpen, meg hát Batman, tehát az az alap, egy Batmant az mindenképpen kell majd venni, úgyhogy ez szuper. Jó, azt hiszem az elején nem beszéltem az amerikai 10 éves kincstári kamatról, amit CryptoBanter nevezetű youtuber hozott fel, vagy hoz fel minden második videójában körülbelül, ami veszélyes, hiszen hogyha ezt megnézek, egy 5 éves trendet, gyakorlatilag 19 óta eléggé lefelé megy, de hogyha 80-as évektől nézik, akkor még jobban lefelé. De igazából most vagyunk valamikor a 2016-os szinten, és azért fontos ez a mutató, mert ez gyakorlatilag azt mutatja, hogy a nagyon kemény, 10 évre berakod a pénzed ebbe a kincstárjegybe, vagy ami hasonlóba, Amerikába is, kapsz kemény 1,662%-ot 10 év után. Én nem tudom, gyerekek, biztos én vagyok a hülye, és biztos ezért nem vagyok milliárdos, hogy ezt nem értem, hogy ez miért üzlet, amikor az infláció ennél sokkal, de sokkal több, az biztos. Na mindegy, én nem értem, de a lényeg az, hogy emberek és gazdag emberek ezekbe fektetik, mert ez biztos. Igen, na mindegy. És gyakorlatilag, hogyha ebbe fektetik, akkor nem a tőzsdére, nem kriptóban, nem a magasabb kockázatú dolgokba fektetik, és a kriptobanter azt mondja, hogy ez egy bizonyos szintet elér, akkor az eredményezheti az, hogy bedől az amerikai tőzsde, az amerikai tőzsde bedől, az bedől, dönti a bitcoint is. Viszont ugye hál' Istennek azért Amerikában nem mindenki hülye, és ők is figyelik és tudják ezt a dolgot, tehát az amerikai kormány nem döntheti be a saját tőzsdét, hiszen azzal ugyanúgy agyon, vagy még jobban agyon vágja a gazdaságot, mint azzal, hogy pénzt nyomtat. Ugye ez a kincstár, ez azért van, mert gyakorlatilag azt a pénzt, amit nyomtatnak most, azért ezeket veszik meg ezek a gazdag emberek, és azt mondják, hogy egy IOU, tehát én tartozom neked, papírt kapsz ezzel szemben, hogy majd 10 év múlva szépen visszakapod, amit meg egy kicsit többet, mint amit most adtál nekünk, hogy nyomtathassunk 1,9, meg 3 trillió, meg akármennyi pénzt. És most azt mondja a CryptoBanter, hogy olyan hírek jöttek, hogy gyakorlatilag sikerült megmenteni, nem tudom, hogy nem olvastam utána őszintén szólva ennek, hogy elkerüljék az amerikai tőzsde összeomlását, és ez már egy még nagyobb biztonságot mutat afelé, hogy a kriptovilágban jó felé megyünk, és jó irányba is érdemes lehet itt mozgolódni. Úgyhogy erről ennyit, illetve meg akartam, múltkor talán nem mutattam nektek, mutatni, hogy hogyan is állok a kereskedésekkel. Túl sok lezárt kereskedést nem csináltam az elmúlt időszakban,
ezt átírjuk 10-re, és akkor átkalkuláljam. Viszont amit csináltam, azok sikeresek voltak, hála Istennek. Ide nem írtam be a dátumot, majd beírom. 0,6%-os napi átlagot tartom, tehát 0,5-ről 0,6-ra fölmentem. Köszönhető többek között a WTHO-nak, amit 1,56 dollárra vettem. Nem sokat, 362-t, 393-on eladtam, 1,69-en. Amúgy most már egész jó be tudom lőni, 1,71-ig ment fel egyébként, és akkor utána esett vissza a WTHO. Úgyhogy most azt csináltam, hogy ezt, amit összehoztam, beraktam egy, mert hétvége van, és ilyenkor ugye vannak csúnya vérfürdős dolgok, valahol ide 1,46-ra centre a vételt, hogyha leesik addig, akkor tudok venni, mennyit tudok venni? 26.902-t, és ugye amit eladtam, az meg 23.000 volt, tehát egy 3.000 tokennel többet tudok összehozni, itt látjátok is a megbízást. Aztán most vagy lemegy, vagy nem megy le, addig nem tudom. Itt úgy tűnik, hogy a trend az fordul lefelé, itt látjátok, hogy a piros és a zöld az metszette egymást is lefelé megy. Itt viszont pont az ellenkezét mutatja, hogy bár most fölugrál, hogy a túl, ez melyik, ez a túl vétel van, nem, túl eladás van, és akkor megy fölfelé fog majd fölfelé menni. Meglátjuk, ez mondjuk a Bitcointól is függ, hogy most úgy látom, hogy megy lefelé, mert 62 ezer környékére fölment, most visszaesett 60.500 környékére, ami természetes. Ugye láthatjuk, hogy a Boehlinger Bencen kívül esik, és itt már itt kezdődött, de 1-2-3 kívül volt, és ez mindig egy jó indikátor arra, hogy a tetejét megtaláld valaminek, meg hát itt gyakorlatilag itt látod, hogy ilyen 20 meg 10 bitcoinok vannak. Itt ugye 6500-an itt beraktak egy falat, egy 65 bitcoinos falat, ez 4 millió dollár. Ezt most vagy le tudják bontani, vagy nem, de itt már látszik, hogy rakják folyamatosan be a bitcoinokat, úgyhogy valószínűleg ez lejjebb fog menni, annak ellenére, hogy a trend az fölfelé ívelőt mutat, de ugye ez ilyen hullám szokott lenni, és a hullám tetejétől kezdve már azért megy lefelé az árfolyam. Aztán majd lehet, hogy itt a felső rétegbe, tehát lehet, hogy csak ilyen 58-59 ezer környékéig megy le, nem lehet tudni. De azért meg kell nézni, hogy esetleg lehet, ha akarsz bitcoint venni, akkor lehet, hogy ilyen 57 ezerre egy megbízás, vagy 56.700-ra adsz egy megbízást. 59 ezer, hát itt nincsenek olyan nagy falak, tehát itt ezeket pillanatokat le lehet bontani. Tehát ilyen egy bitcoin alatti megbízások vannak, azok lótúrok, azok hamar lemehetnek. Ethereum is szinte másolja, szinte ugyanaz, gyakorlatilag ide 260-ra raktam be egy megbízást, hogy visszavásároljam azt az Ethereum-t, amit eladtam most, 0,01564, nem egy nagy összeg, 16, tehát ilyen 0,001 Ethereum-mal tudok többet kihozni. 30 dollár volt, amikor vettem, 34-ért eladtam, tehát több mint 10%-ért, és visszavásárolom egy kicsit lejjebb, és akkor lesz egy kicsivel több. Mondjuk ez nem nagy dolog, de mindegy. Egyébként majd azt próbálom megcsinálni, hogy ha a hasznok jönnek, akkor mondjuk keresek, van 100 dollár hasznom valamin, akkor 25 dollárt berakok Bitcoinbe, 25 dollárt Ethereumba, 35 dollárt ilyen Cardano, Polkadot, nem tudom, Binance Coin 3-asba, és akkor a maradék 15%, 15 dollár, ami van, az megy vissza a kereskedési alapomba,
és azt a tőkét növelem. Csak még egy kicsit akarom növelni a pénzeket, mert ilyen 5-10 dollárokat, hogyha felosztok ilyen szétforgácsom, sok mindenre nem jutok vele. Hetente 30 dollárom jön elméletileg Ethereumba, azokat nem váltom át itt ezekkel az ugrásokkal, vagy oda-vissza váltásokkal vacilálok, úgy, mint a Tronba is. 73, ja, hát most ez átváltottam, akkor is ilyen 72 vagy 70 dollár volt. Nem, 73, sokat nem kerestem vele, de itt majd itt visszamegy 12-13 cent környékére, akkor visszaváltom USDT-be, akkor lejön meg ilyen 11-2-re, akkor visszaváltom, és így próbálom egy kicsit növelni a trón mennyiségemet is. Most van 632. Egyébként nagyot futott a trón, aminek múltkor talán mondtam, hogy a kínai államnak van egy szerepe, hogy a kínai koinokat szépen nyomatják, úgyhogy az érdekes felvevő piac lehet, és az hozhat dolgokat. Jó, szóval ennyit akartam már. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!